Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írott első levele, első részének 5. versétől szól hozzánk Isten igéje. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban érkezett el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes meggyőződéssel is. És ti követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az ígét. Példává is lettetek minden hívő számára, Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde. Hétfőn hallottuk az igéből, hogy a Tesszalonikában élő gyülekezet legfőbb jellemzője, hogy Krisztusban volt, hogy Istenben volt, és ez adta biztonságukat, állandóságukat, élő reménységüket. Mert Tesszalonikából, Korintusból, Rómából a hívőket el lehetett távolítani, kiűzni onnan őket, lehetett kitelepíteni törvénnyel, dekrétummal, de Istentől nem lehetett elválasztani. A hívőt Istenből nem lehet kitelepíteni, nem lehet elűzni, nem lehet tőle elválasztani. Az Istenben és Krisztusban kedves gyülekezet Tesszalonikában. Vigasztaljon ez téged, minden mulandó, minden a földön, de legyen számotokra és számunkra is vigasztalás, hogy a mi életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Ez ma is örömünk és vigasztalásunk, hogy a gyülekezet nem csak egy földrajzi helyen van, ahová lakóhelye szerint tartozik, ahol él, szolgál, énekel, imádkozik, ahol a másik lelki testvérrel közösségben van. A gyülekezet nem csak egy földrajzi helyhez kötődő közösség, ahol rendszeresen együtt hallgatják Isten igéjét, ahol kiszolgáltatjuk a sákramentumokat, ahol alkalmanként egy kenyérből részesülünk, és egy pohárból iszunk az úrvacsorában, ahol lelki szemeink elé állítatik Jézus Krisztus szenvedése és halála, a bűntörlő vére árán szerzett váltság és a teljes bocsánat, hanem a hívők ezen felül, vagy inkább így mondom, emellett még egy örökké való helyjel is rendelkeznek. A mi életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Nekünk nem csak magyar, hanem mennyei örök állampolgárságunk van a mennyben. Milyen csodálatos volt ezt tudni Tesszalonikában, és milyen csodálatos tudni ezt a mai hívő számára is. Imádkozzuk az énekíróval, már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok. Mindenem vagy, árva lettem, honnya vesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény, mégis gazdag Úr maradtam, Isten és a menny enyém. Amen.